Van a németeknek egy ilyen szélsőjobboldali pártja, a Reichsbürger, aminek nyolc feltételezett tagját bíróság elé állították, mert úgy tűnik, hogy meg akarták pucsolni a kormányt. Ez már szerintem önmagában megér egy hírt, de az, hogy hogyan akarták végrehajtani a kormányváltást, hát az aztán pláne. Szóval azt tervezték, hogy elrabolják Olaf Scholz német kancellárt, aztán, aztán felvesznek vele egy videót, amit pedig leadnak a tévében. Gondolom ezt úgy akarták kivitelezni, mint mikor a túszokról készítenek az erablóik videót, amiben váltságdíjat követelnek, vagy nem tudom. Na és ettől a felvételtől aztán azt várták volna, hogy majd még több követőt tudnak maguk mellé gyűjteni. Ennek az állítólagos összeesküvésnek a középpontjában Heinrich 13. Reus herceg állt, Remélem jól mondom ki, minden videóban van egy ilyen, remélem jól mondom ki rész. Szóval ez most itt a remélem jól mondom ki rész. Tehát Heinrich 13. Reus herceg áll aki egy ilyen áll és ingatlan ügynök, és a csoport az ideiglenes vezetőjének akarta volna őt kinevezni, de maguk között tudnak még egy AFD tagot is, aki asztrológus is egyben, és a spirituális kritériumok alapján válogatta össze, hogy kik lennének a megfelelő tagok majd az új kormányba. Valószínűleg valahogy így kerülhetett közéjük például egy ausztrál sztárszakács, akinek az volt a feladata, hogy egészséges étrenddel táplálja az új rendszert. Meg egy gyakorló házi orvos, akinek a tojásból való jövendőmondás a specializációja és ő lett volna az egészségügyi miniszter. Ez a nő egyébként az ügyészek szerint 74 ezer eurót adományozott saját pénzből az összeesküvésre, amelynek a nagy részét fegyveres kiképzésre fordította. Egyébként ez az egész, most így elmondva kicsit komolytalanul hangzik az asztrológusokkal, meg a tojásjóslással, meg nem tudom mikkel, de a becsések szerint Németországban mintegy 23 ezer Reichbürger él, akiknek majdnem 10 -a, a feltételezhetően hajlandó erőszakot alkalmazni, ami azért hát elég ijesztő. És miközben a világnak ezen a felén a németek ilyenekben vannak, a világnak a másik felén a japánok megéppen éppen azzal kísérleteznek, hogy hogyan csináljanak emberi bőrből arcot a robotoknak, mert végül is miért is ne. A Tokiói Egyetem tudósai mutattak be egy humanoid robot arcot, amit laboratóriumban növesztett, öngyógyító emberi bőrből hoztak létre. Egy bizonyos Tekuchi professzor remélem jól mondom ki rész, part 2, elmondta, hogy az emberi bőrszalag struktúrák utánzásával és a szilárd anyagokban speciálisan kialakított v alakú perforációk használatával találták meg a módját annak, hogy a bőrt összetes struktúrákhoz kössék. Tudjátok követni? A bőr természetes rugalmassága és az erős tapadási módszer azt jelenti, hogy a bőr a robot mechanikai alkatrészeivel együtt tud így mozgolódni, anélkül, hogy elszakadna vagy leválna. A tudósok abból igyekszenek inspirációt meríteni, mint úgy általában, hogy a teremtett világ hogyan oldja meg az ilyesmit. Tekucsi szerint vastagabb és valósághű bőr létrehozását lehetne elérni az izzadságmirigyek, fagyúmirigyek, pórusok, erek, zsír, idegek beépítésével. A következő lépés meg majd az lenne valószínűleg, hogy olyan kifinomult izmokat építsenek az arcba, amit lehetővé teszik azt az igazán összehangolt mozgást, amire egy valódi emberi arc képes. Meg hát persze annak a problémának a megoldása, hogy az a Choringer bőrszövet életben maradjon, de hát ugye attól tudósok a tudósok, hogy szeretik megoldani az ilyesmit. Persze az, hogy ez hosszú távon mennyire lesz nekünk jó, vagy éppen nem jó, már más kérdés. És ha már kérdés, akkor elcsünk szót a hollywoodi színész Paul Ruddról, aki a hangya ember a Marvel univerzumban. Igen, a hangya ember. Szóval volt egy hír, hogy megkérdezték tőle egy interjú során, hogy ha bárkit választhatna a történelemből, hogy leüljön vele beszélgetni egy kávé mellé, akkor kit választana? Ő pedig azt mondta, hogy Jézus Krisztust. Na hát ilyen is van. Erre két színésztársa, McKenna grész és Finn Wolfhard, akikkel a Szellemírtokban játszik együtt, nyilván azonnal kinevették, vagy hát így nevettek miatta, de ő meg beszólt nekik, hogy nevethetnek amennyit csak akarnak, nem igazán érdekli, ő akkor is Jézus Krisztust választaná. Hozzátette még amúgy azt is, hogy ő úgy tűnik rosszul tette, hogy ezt mondta, mert úgy tűnik az emberekből, reflexből az jön ki, hogy hát de ő egy híres színész, ő ezt nem mondhatja, Amiről ő meg azt reagálta, nem egyszerűséggel, hogy kb. tesz rá jó magasról. És ha már Jézus Krisztus, akkor keresztények. Jöjjön most egy, hát nem annyira vidám, de cserébe nagyon felemelő hír, méghozzá ez. Jézus! 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 Ez a felvétel Nigériában készült, és egy gyülekezet látható rajta, amint a földig rombolt templomuk helyén dicsérik Istent. Nigériában 2009 óta mintegy 18 ezer gyülekezeti házat és 2200 iskolát támadtak meg, romboltak le, és több mint 52 ezer keresztény mészároltak le isztemista terroristák, és 14 ezer keresztény kényszerült elhagyni az otthonát. Ezen a videón szereplő, vagyis hát nem szereplő templom Evenkó faluban állt, és június 21-én esett áldozatául az iszlamista tisztogatásnak, amikor is a támadók AK-47-es fegyverekkel és macsitákkal rohamozták meg a falut. Közben meg azt orridválták, hogy Allah Akbar, és éppen ekkor a helyi keresztények egy csoportja ima alkalmat tartott ezen a helyen. Megöltek négy férfit és egy nőt. Ennek a gyülekezetnek a tagjai viszont nem engedik magukat megfélemlíteni, ahogy ezen a felvételen is látszik. Na és van még egy hír, viszont azt euh, hát nem tudom sehogy se ide kapcsolni, úgyhogy azt csak úgy bedobom. Szóval 31 külföldi landolt egy budapesti kórházban, miután a THC JD nevű anyagot tartalmazó idességet fogyasztottak. Ami azt jelenti, hogy vettek egy kendersobban egy zacskó gumicukrot 15 ezer forintért, az acskó gumicukor azt jelenti, hogy volt benne öt szem, de ez nem sima gumicukor volt, hanem tartalmazta ezt a thc anyagot, ami egy pszichoaktív kannabionid, ami hasonló szerkezetű, mint a kannabiszban előforduló THC, viszont a hatásai intenzívebbek és hosszabb hatásúak, a jelek szerint. A kórházba szállított beteme... Beteme? Mi van? Mi? A kórházba szállított betegek a beszámolók szerint szörnyű állapotban, maga tehetetlenül félig komában fekve kerültek a toxikológiára, és aztán napokig ilyen állapotban maradtak, egy hozzátartozó beszámolója szerint se kép, se hang, se beszélni, se megmozdulni nem tudtak. Olyanok, mint a komában lennének, és napok óta csak fekszenek. Van egy jordániai házaspár például, akiket miután napokra eltűntek, a bérelt Airbnb lakásukban találtak meg a földön, ahogy a saját ürülékükben fekszenek. A pár már egyébként sokkal jobban érzi magát, sokan viszont még jelenleg is kétségbejtő állapotban vannak. Egy dr. Funk Sándor nevű addiktológus elmondta, hogy valószínűleg ez egy ilyen szintetikus kannabionid, ahogy már említettem is, azokkal nagyon sok baj van, mert rendkívül kis mennyiségben hatásosak. Szintén ő mondta, hogy amíg az új anyagokat nem vizsgálják ki, nem lövik be, hogy pontosan milyen adagban hat, addig akasz a túladagolást, és ezek tényleg nagyon veszélyesek, halálesetét is ok. Okozhatnak. Én nem vagyok a téma szakértője, de akkor mi lenne, ha mondjuk nem az adagokat lőnék be, hanem csak úgy betiltanák. De persze ez csak egy ötlet. Ennyi volt a mostani hírszörf, nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, remélem tetszett, találtatok benne kedvetekre való hírt, és gondolom, hogy a következő videóban pedig találkozunk. Addig pedig, peace!